támogatói hálózat arra a felismerésre alapozza a módszertanát, hogy a demokratikus részvétel, civil aktivitás és tudatos politikai tevékenység fontosságát sokkal nehezebb szóban elvekkel magyarázni, mint konkrétan megmutatni, hogy miről is szól ez az egész. Ezért próbálunk olyan programokat szervezni, olyan felületeket adni, ami minden jelenlévő bevonódik ebbe a folyamatba és saját bőrén tapasztalja meg a részvételi demokrácia élményét. Az ilyen jellegű események prototípus a fórum. De mi is a fórum? A fórum a szó eredeti értelmében olyan köztér, nyilvános hely, ahol az emberek összegyűlnek és politikáról, közügyekről beszélgetnek, megvitatják az őket érintő kérdéseket, problémákat. Magyarországon leginkább az izzadságszagú települési lakossági fórumnak van hagyománya, ahol a jelenlévők elég kiültetett, kistűrű politikusok válaszolnak unottan a szűnni nem akaró kérdésekre. Van pedig egy módszer, amivel vissza lehet adni az eredeti funkcióját az intézménynek. Ezzel a módszerrel zajlik az az esemény, amit hallgatói fórumnak, diákfórumnak, vagy csak egyszerűen és tisztán fórumnak hívunk. Az emberek összeülnek egy terembe, vagy akár a parkba, játszótérre és olyan közösséget alkotnak a beszélgetés idejére, amiben mindenkinek egyenlő beleszólása van a vita menetébe, és ha dönteni kell valamiről, mindenkinek ugyanannyit ér a szavazata. A szkeptikusok első kérdése az, hogy megvalósítható ez? Lehetséges, hogy több száz véletlenszerűen összerántott ember képes legyen értelmes párbeszédre, ráadásul úgy, hogy még valamilyen eredménye is legyen a gyűlésnek? A választ a spanyolországi Indignados mozgalom adta meg először. Ők találták ki azt a rendszert, amely egyértelmű igennel válaszol a kérdésre. A mozgalom szimbolikus központi bázisán a Puerta del Sol téren tömegekkel tartottak rendszeresen gyűléseket, amelyeken döntéseket hoztak, bizottságokat és munkacsoportokat állítottak fel, mindezt úgy, hogy minden jelenlévőnek volt lehetősége részt venni a munkában és beleszólni a végeredménybe. A bevált módszert az amerikai, New Yorkból kiinduló Occupy tüntetések népszerűsítették tovább. A nagyobb és kisebb Egyesült Államok beli városokban futótűzként terjedt a gondolat, hogy elfoglalják, visszafoglalják a köztereket, hogy ott beszéljék meg gondoskodás ügyeiket. A fórum egyik fontos szereplője a moderátor, akinek nagy felelőssége van abban, hogy a beszélgetés konstruktív legyen. Az ő feladatairól később lesz szó. A moderátor vezeti fel a napirendet, amelyet rögtön szavazásra is bocsát, ezzel indul meg a fórum. A hozzászólók és a beszédeket hallgatók egy kézjel repertoárból válogathatnak, amellyel jelezhetik szándékaikat és gondolataikat. Jelentkezés, sima hozzászólás. Javaslat, olyan indítvány, amely vagy az adott témában kívánt döntése sarkalni, vagy új pontot, témát szeretne behozni a beszélgetésbe, ezekről a plénum a javaslat megvitatása után szavaz. Egyetértés. Aki egyetért azzal nagyon, hogy most itt ülünk, és közösen elhatározzuk, hogy mit fogunk csinálni, az jelezze. Igen. Radikális ellenvélemény. Akkor alkalmazzuk ezt a kézjelet, ha alapvetően elutasítjuk azt, ami elhangzott, a kevésbé drasztikus ellenvetéseket sima hozzászólásokban lehet megfogalmazni. Sok a beszéd, ha a szónok húzza a szót, így lehet jelezni neki. Azonnali viszontválasz. Ha olyan információd van, ami megelőzne vagy feleslegesítenne egy esetleges vitát, akkor így jelezheted. Ezzel a lehetőséggel nem szabad visszaélni, a válasz legyen nagyon rövid és tömör. Ügyrendi felvetés. Akkor jelez így, ha valamilyen technikai jellegű hozzászólásod van, például tudomásodra jutott, hogy a fórumnak helyet adó terembe fog zárni, vagy azt tapasztalod, hogy a kamerák zavarják a kommunikációt. A kézjelek adják a magvát a módszernek. Ezekkel a szónok zavarása nélkül is áttekinthető az egész plénum véleménye, és jól rendszerezhető a beszélgetés. A hozzászólni kívánókat a moderátor szólítja fel, és általában egy segítő figyeli a jelentkezők sorrendjét. A javaslatokat külön tárgyaljuk, azaz amíg nem fejeződött be a vita az egyikről, addig nem térünk át a másikra. Így nem sikkadnak el témák és ötletek. Ha egy felmerülő feladat túl komplikált ahhoz, hogy az egész plénum foglalkozzon vele, akkor lehetőség van munkacsoportok alakítására. Amennyiben a fórum megszavazza, a feladat végrehajtásában részt venni kívánó emberek külön válnak a csoporttól, és végrehajtják azt, amivel a fórum megbízta őket. Munkájuk végeztével a plénum elé tárják az eredményt. A moderátor szerepe. Felszólítja a jelentkezőket, idejük leteltével leállítja a beszédüket. Ügyel arra, hogy a témában nem vágó hozzászólások javaslatként hangozzanak el. Ügyel arra, hogy céltalan sértegetések és személyeskedések ne hangozzanak el. Rendszeresen összegzi az elhangzottakat, ha úgy ítéli meg, hogy a vita megérett a döntéshozatalra, a szavazást indít. A szavazás előtt azonban megkérdi a jelenlévőket, hogy van-e a szavazás nagyban befolyásoló vélemény. Ha a moderátor úgy ítéli meg, hogy az aktuális téma vagy pont kifulladt, nincs már róla érdemi párbeszéd, akkor szavazást indíthat a következő témára vagy pontra térésről, amennyiben van ilyen.
A felmerülő plénum által elfogadott feladatokra munkacsoportok felállítását javasolhatja, melyről a részvevők szavaznak. A munkacsoport létrejötte után felszólítja a részvevőket, hogy akik szeretnének a munkacsoport munkájában részt venni, azok vonuljanak külön. Az ügyes moderátor kulcsfontosságú a hatékony fórumhoz, ez a szerep felkészültséget igényel. A jó moderátor nem erőlteti rá a véleményét a csoportra, nem foglal állást az elhangzó kérdéseiben, viszont nem is hagyja keretéből kifutni a beszélgetést, és gondoskodik arról, hogy az egyenlő beleszólási jogfeltételei végig megmaradjanak. Pár fontos dolog, amit jó fejben tartani, amikor fórumot rendezel. Nem tudhatod, hogy mi fog történni. Ha komolyan veszed a fórum elvét, akkor biztosítanod kell, hogy a jelenlévő döntései érvényesüljenek, ez viszont azt jelenti, hogy bármilyen előre elhatározott elképzelésed vagy terved megdőlhet. A rendezők feladata a keretek fenntartása. Ne hagyjátok, hogy elcsúszon a beszélgetés, mert terméketlen lesz és rossz érzésekkel fognak távozni a résztvevők. Másfelől viszont arra is figyeljetek, hogy egy-egy erőszakos vagy tekintélyelvű figura ne telepedjen rá a diskurzusra. A megfelelő hangosítás sok macerától szabadít meg, de legalábbis hangos beszélők legyenek kiezni, ha sok szereplős az esemény. A fórum, vagyis a struktúrált vita olyan játék, ami bizonyos szintű vitakultúrát igényel. Ebben lehet fejlődni, mert nem adottság, hanem képesség. Ha mégis rosszul sül el az esemény, ne csüggedjetek, csináljátok újra és újra, és közben fejlesztétek magatokat. 5-10 lelkes és ügyes szervező már képes átadni az élményt, és igazán menő fórumot tartani. Ne felejtsétek! A közösségi gondolkodás és döntéshozatal olyan erő, ami mindig felülemelkedik egyes emberek döntéseiben.